Gyalogosan, autóval, sőt kisbusszal is érkeztek a legutóbbi országgyűlési választás alkalmából Ukrajna felől az emberek szavazni Magyarországra a Tiszabecsi határátkelőnél. És ugyanezt történt a 2019-es önkormányzati választás idején is. Kispaládon például egymást érték az olyan emberek a szavazásnál, akiket az összegyűlt falubeliek még sosem láttak. Ez az ukrán rendszámú autóval érkező férfi mosolyogva oktatta ki a helyieket. Nekem nem mondja senki, hogy hogy megy. Aki többet fizet, az nyer. Igen. Ez olyan, mint a lottó. Gulyás Gergely miniszter ma Híradón kérdésére azt mondta, nem akkora probléma a voksturizmus. Mármint mi jelent problémát, a házon kívül, vagy pedig az jelenség? A házon kívül semmiképpen a jelenség. Na, tehát ugyan kétségkívül nagyon fontos a magyar választások, de azt az illúziót szeretném eloszlatni, hogy emberek azért költöznének át, hogy a választásokon szavazzanak. A miniszter szerint nem lehet tömeges jelenségről beszélni. Olyan számban, ami a választókerületi eredményeket befolyásolta volna, én még vádként sem hallottam. Van egy ilyen jelenség, ennek a választásokhoz nincs köze. A térségben van olyan falu, amelynek a lakossága háromszorosára nőtt az elmúlt években. Ebben a romosházban például papíron 340-en laktak. Lakásomba bejelentettek körülbelül olyan 200 ukrán, kettős állampolgárt, akit soha életemben nem is láttam. Ez a kispaládi nő nem gondolta, hogy gondja lehet a bejelentésükkel, hiszen a fideszes polgármester asszony kérte erre a polgármesteri hivatalban, ahol a papírmunkát is intézték. Bementem, mondták, hogy bejelentkeztették a kettős állampolgárokat, írjak alá, és állandó munkát ígértek. Cserébe, hogy aláírja? Állandó közmunkát, hogy míg ő lesz polgármester, állandó jelleggel dolgozunk. A polgármester asszony ígérte ezt önnek? Igen, a fia. Ugyanerről számolt be több más helybéli is. Az ügyben összesen 14 helyi ház tulajdonosa ellen indult büntető eljárás. Többségük felfüggesztett börtönt és pénzbírságot kapott. A bíróság másfél év, két évre felfüggesztett börtönre, és 120 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a falu akkori polgármester asszonyát is. A házon kívül riportjából kiderült, hogy a választási turizmuson túl leginkább a nyugdíjazás jelentkezések oka. Vannak ugyanis, akik bár sose éltek és dolgoztak Magyarországon, mégis több nyugdíjat kaphatnak a magyar államtól, mint akik itt dolgozták le az életüket. Gulyás Gergely ma arra nem válaszolt, hogy a kormány tervez-e bármilyen intézkedést ezeknek a jelenségeknek a megszüntetése érdekében.